Üdvözlöm Önöket! Hogyha egészség, akkor nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy bármikor elkezdhetjük testünk megóvását, fejlesztését, és hogyha már itt járunk, akkor ehhez nagyon komoly segítséget is kapunk általában. Már beszéltünk műsorunkban a térerő nyerő életmód reform programról, amelynek keretén belül 3 megyében próbálták az egészséges életmód felé terelni azokat, akik ellátogattak a program valamely elemére. Arról azonban nem beszéltem még talán, hogy ez egyik legnagyobb vonzerőt jelenthették sokak számára. Azok a sportolók, azok az igazán kiemelkedő egyéniségek, mint például Boronkai Péter paratriatlonista, akit köszöntök itt a stúdióba, akik elvállalták, hogy úgymond nagykövetévé válnak egy-egy ilyen rendezvénynek, ellátogatnak oda, beszélgetnek emberekkel. Szia, üdvözöllek itt a stúdióba. Hát nem a kuriózum szerintem az, hogy téged megkérnek arra, hogy valamilyen rendezvénynek, valamilyen kezdeményezésnek, ha idézőjelesen is, de állj az élére. Hála jó Istennek, több ilyen felkérés is volt. Itt a program keretében is lehetőség nyílt arra, hogy nem csak fogyatékkal élő, vagy nem csak vele született, hanem az életük során valamilyen fogyatékosságba kerülő, állapotba kerülő emberekkel tudjak találkozni. Én magam ugye így születtem, valakkor végtök hiánnyal. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal szerencsésebb helyzet. Viszont ez a program lehetőséget ad arra, hogy kicsit feltárja és felkutassa azokat az embereket, akiket valamilyen sérülés ért, akár fizikai, akár mentális, és be tudjuk őket ebbe a programba vonni. Nagyon nehéz megmoccantani azokat az embereket, akiknek valamilyen hátránnyal kell élniük? Nagyon nehéz, igen. Ugyanúgy, mint az épembertársakat, ugyanúgy a fogyatékkal élőket is. Azért azt gondolom, hogy ma már elsősorban a médiának és a társadalomnak köszönhetően sokkal, sokkal nyitottabbak, sokkal könnyebben el lehet érni a fogyatékkal élő gyerekeket, diákokat, vagy éppen az idősebb generációt. Mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtt, amikor én voltam kisrác, akkor azért sokkal nehezebb helyzetben voltak a szüleim, mint most. Kevesebb volt a civil szervezet, nem volt internet. Tehát ma már azért, hogyha egy sérült gyermek kerül egy családba, akkor sokkal szerencsésebb helyzetben vannak szülők, és az internet adta lehetőségek erre lehetőséget adnak, hogy hogyan tovább. Egy nagyon nehéz kérdést fogok föltenni, és ezúttal nem csak a fogyatékkal élőkre gondolok, hanem úgy egyáltalán össztársadalmi szinten beszélgessünk egy kicsit róla, és hát azt gondolom, hogy a program kapcsán is találkoztál jó néhány emberrel, úgyhogy talán, ha valaki, akkor te tudsz majd válaszolni, de tudjuk, hogy a mozgás egészséges, tudjuk, hogy a mozgás jót tesz, endorfin termel, sorolhatnám, de tényleg szerintem legalább 10 percig a jótékony hatásait. Azt mondd már meg nekem, hogy mi a fészkes fenéért nehéz ennek ellenére az embereket rávenni, hogy mozogjanak. Te azért sokat próbálkozol azzal, hogy úgymond téríts. Az emberek lusták, és általában a rövidebb utat választják, és sokszor például ott van az étkezés, hát szeretünk étkezni, szeretünk jókat enni, az egészséges táplálkozás az nem mindig jó, nem mindig finom, nem mindig utána kicsit több időt igényel, hogy utána nézzünk, hogy hogyan főzzünk, hogyan süssünk, hogyan vásároljunk élelmiszereket. És az emberek nagy része inkább a rövidebb utat választja, és gyorsan valami finomat címmel, ugye? Egyrészt, másrészt pedig talán a mozgás lehetőségek nem mindenki számára adottak. Tehát nem mindenkinek van olyan gyönyörű szép arborétum, mint nekünk, vagy mondjuk a szabadidőpark, ahol lehet sétálni, futni, most már kosarazni is, mint tudjuk, tényleg nagyon röplabdázni, tehát minden olyan tevékenység van, amit lehet végezni. Hát sajnos itt a Covid sok mindent felülírt, ugye mi is tavaly júliusban indítottunk Kecskeméten egy futóklubot, ahol közel 40 sportolót tudtunk összeszedni. Elsősorban a lakossági rekreációs célja volt ennek a futóklubnak, vagy van ennek a futóklubnak. Most jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy egy pár héten belül újra tudunk indulni. És ez egy olyan kapocs, egy olyan plusz az emberek számára, hogy közösségben tudnak sportot végezni, ami azelőtt nem volt, és nagyon sokan nehezen tudnak egyedül elkezdeni, és ez a lehetőséget ad arra, hogy közösségben tudják ezeket végezni. És ezek a programok, amiket mi készítettünk,
már amit nem írt felül a Covid ügye, ezek pont ezt a réteget célozták meg. Azt a részét értem, hogy közösségben, és hogy ez segít, de azért az, hogy Covid helyzet volt, nagyon gyenge kifogás arra, hogy az ember nem mozgott, nem? Persze, sőt, két véglet van. Pont, hogy minél inkább ki lehet menni a természetbe, és hát ugye nagyon könnyű az oltás mögé bújni, hogy hó, én be vagyok oltva, és akkor már minden rendben van. Azt azért hangsúlyozom, és bizonyára az emberek is ezt azért a médiában, meg kicsit felnyitjuk a számítógépet, akkor utána lehet nézni, hogy milyen a Magyarország egészségi állapota. Tehát, hogy milyen szív- és koszorúrendszeri betegségek vannak, lézés betegségek, és hát itt nagyon könnyű emögé bújni, hogy hát, hogy nem lehetett, pont, hogy lehetett, csak hát egyedül kellett végezni, és az egyedül kicsit nehezebb mindig elkezdeni dolgokat. Én egyébként tavaly éveleje óta online rendszerben foglalkozok emberekkel, edzésterveket készítek, a rendőrök. Azt akartam kérdezni, hogy lehet online sportolni, de így nagyjából hát ugye összeáll. Úgy, hogy edzéstervet készítek egyénre szabottan, és van köztük parasportoló is. Egy lábamputált fiú, az egyik sportolónk, László Attila, aki kerékpározik, idén elkezdett futni, és hát látom a fejlődését, dobott le pár kilót, élvezi, élete első duatlon versenyén indult 2 hete az országos bajnokságon, amit meg is nyert a kategóriájában, és nincs lehetetlen. Tehát, hogy ezek az emberek, ezek példák lehetnek nem csak a fogyatékkal élő, hanem az épp embertársaknak is. És hát most ugye májusban lett volna a szép kihívás, ami itt egy nagyon kuriózum esemény itt az elmúlt 3-4-5 évben Kecskeméten, amit most augusztusra toltunk el, ennek a rendezvénynek én vagyok az egyik fővédnöke, a másik pedig Misi barátom, aki szintén egy lábamputált sportoló, és ezek az események, ezek nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy integráltan tudjunk együtt mozogni épp és fogyatékkal élő embertársainkkal. Ehhez ti nagyon jól csatlakoztatok, vagy alkalmazkodtatok. Sőt, azt gondolom, hogy azért most a te esetedben arról beszélünk, hogy teljesen hétköznapi embereket úgymond te vezetsz a példáddal. Ebbe bele gondolsz néha, hogy mennyivel nagyobb az az erőfeszítés, amit úgymond te beletettél annak idején, és ehhez képest milyen példát jelenthet ez másoknak? Nem szoktam belegondolni, mert mindig azt mondom, hogy én semmi más nem csinálok, csak teszem a dolgom. Aztán nyilván ez sokak számára egy olyan pozitív löketet ad, egy olyan pozitív hozadéka lesz az ő mozgásának, vagy a sportolásának való elkezdésében, hogy ennek nyilván csak örülök is. És hát vannak az úgynevezett pozitív feedbackek, tehát hogy megkeresnek, és nem egy olyan gyerek van például nálunk az egyesületben, illetve nem az egyesületünkben, hanem a Karcnál, ahol futok, a Kecskeméti Atlétikus Rugby Klubnál. Németh Gyula bácsi az edzőm, és nem egy olyan gyerkőc van, akinél pár éve voltam az iskolába, tartottam egy előadást az én pályafutásomról, és felnyitottam a szemét, és azóta ő is versenyekre jár, és ez egy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy hát nagy szavak, hogy sikerült emberek életét megváltoztatni, de 3 gyerekes anyukától kezdve a rendőrön át, a operaénekesig van mindenféle olyan sportolóm, akikkel foglalkozok, és 2-3 havonta csinálunk egy felmérőt, és látom, hogy milyen változásokon mennek keresztül, és nyilván most másik oldalról, nem a sportolóként, hanem mint edzőként is látom ezeket a fejlődéseket, és hát büszkeséggel tölt és dagad a mellem, hogy jaj, de jó, hát én is a másik oldalról is meg tudom ezeket tapasztalni. Már viszonylag kevés időnk van hátra, de mindehhez egyébként nagyon sok mosolyt kívánok neked. Szerintem talán ez az, amit a legérdemesebb begyűjteni ezekbe a szituációkba, és hát kapod is, gondolom. Egy kicsit viszont nem tudunk eltérni attól a résztől, hogy te sportoló vagy, méghozzá ilyen sportoló olimpikon. Mit várjunk? Egyáltalán sikerült-e fölkészülni? Egy picit a tervekről mesélj nekünk. Tudom, hogy mindig ezzel nyaggatnak, de nem tudjuk elkerülni, és biztos, hogy benne sokakat érdekel.
Hát itt a Covid helyzet a mi versenynaptárunkat is elég erőteljesen felülírta. Most május elején lett volna a világbajnokságunk, ami egy elég kiemelt pontozású verseny lett volna a paralimpiai kvóta szerzésben. Három-négy nagy verseny van még hátra, abból én egy versenyen fogok tudni részt venni, hiszen pont abban az időszakban lesz, amikor mi már minden órások leszünk a feleségemmel, a második kisfiunk érkezik. Én ezt már nem vállalom. Azt gondolom, hogy mások a prioritások, mint 5 évvel ezelőtt, Rio előtt, és vannak az olimpián túl is, van az olimpián, paralimpián túl is élet. Egyrészt, másrészt pedig ez egy olyan út, amit én bejártam, meg bejárok, hogy itt tényleg többfajta távon is van lehetőség versenyezni. Idén például az egyik fő célom, hogy a hosszú távú világbajnokságon jól szerepeljek, ez szeptemberben lesz majd, illetve tudom, hogy nem látszik, de én most ugrok korosztályt, ugye triatlonban az épek között 40-44 éves korosztályban most ugrok, és 5 éves korcsoportonként vannak versenyek, és most az országos bajnokságokra az épekkel szeretnék versenyezni, felvenni a versenyt. De hát akkor egy sokkal nagyobb verseny vár rád, méghozzá egy manóval a verseny. Rohanni, nem aludni. Így van. Hát már van egy manónk, aki lassan másfél éves, úgyhogy most már azért rohangálni kell utána is. Azt szoktam mondani, hogy már a triatlonos váltócsapatunk már megvan, úgyhogy bízom benne, hogy még azért a jövő még hoz még egy gyermeket a családba majd. Legyen így, én kívánom, köszönöm szépen, és hát az apukaság örömei előtt pedig azért én mindenképpen azt mondom, hogy valamennyi pihenj, mert utána tudom, hogy keveset lehet. Köszönöm a meghívást. Kellemes napot kívánunk mindenkinek, ez a Tenyér magazin. Egy program indult nem is olyan régen, persze ez relatív, annak érdekében, hogy 3 megyén keresztül és rengeteg program segítségével megpróbáljanak minél több embert visszaterelni, vagy a terelni egyáltalán az egészséges életmód felé. A térerő nyerő életmód reform program azonban nem egy-két éve indult, hiszen a fejekben én azt gondolom az, hogy egészséges életmódra kell nevelni. Az embereket nagyon régóta megfogalmazódott már nagyon sokszor. Kánsa Róbert a Röpkensen alelnöke ül itt mellettem, illetve Libor Zoltán szervezeti kapcsolatokért felelős munkatársa projektben, a Tenyér projektben. Mi tegeződni fogunk, hiszen egy ideje ismerjük már egymást. Sziasztok! Szerusz. Hogy jut eszébe egy röplabda sportegyesületnek, hogy na most akkor egy 3 megyét átívelő projektet indítunk, és megpróbálunk mindenkit egy kicsit jó vagy jobb útra terelni? Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Igazából ez az egész történet akkor indult el, amikor indult a Röpkense is, mint sportegyesület. Ugye a női röplabda, Kecskeméti női röplabdának a felnőtt csapatával, illetve a közvetlen utánpótlásával foglalkozunk, és mindig is kerestük azokat a lehetőségeket, hogy a csapatnak stabil hátteret biztosítsunk. Az elnökségi tagok közül Szabály László barátom vállalta azt a feladatot, hogy a pályázatokat figyeli, és esetleg olyan pályázatokkal, ami az egyesület számára egy stabil hátteret nyújt, azokat megnézzük és megpróbálunk ezekben sikeresek lenni. És így jutott a László barátom ehhez az egész projekthez, és felkeltette az érdeklődését. Megnéztük, és valóban ez egy más típusú projekt, mint maga a női röplabda szakosztálynak a működtetése. De mégis úgy gondoltuk, hogy maga a sport, mint a hívó szó, és amiben mi is benne élünk már nagyon-nagyon régóta, ez egy nagyon jó kapcsolódási pont lehet az egyesület és a meghirdetett, a Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett projekt között. Bács-Csongrád Békés, hatalmas terület. Nem rémültetek meg először, hogy hú gyerekek, az ezért nem lesz egyszerű feladat? Nem rémültünk meg, azért nem, mert volt egy konkrét elképzelésünk, és hogyha az embernek van egy mesdjé, amin keresztül, vagy amin jár, és tudja, hogy mit miért csinál, akkor ez nem egy megoldhatatlan feladat. Egyébként is a röplabda csapattal mi egész országot hálózzuk be, mondhatom így, hiszen rengeteg versenyen veszünk részt, és rengeteg egyéb programot szerveztünk mi is röplabdás belkeken belül. Mindazonáltal én amióta a sportban dolgozom,
én még sportolóként is, vagy már sportolóként is szerveztem országos szintű programokat, utcai kosárlabda rendezvényeket, még annó a streetball fesztiválok nagyon népszerűek voltak, illetve stadionlabda versenyeket szerveztem ifi korosztályba, felnőtt mezőnyben. Tehát megvoltak azok a kapcsolódási pontjaink ebben a régióban, hiszen a Békés megyében a Békés Csaba manapság is nagyon jó csapattal rendelkezik, illetve Szegeden is nagyon jó kapcsolatokat ápoltunk, játékosként ott játszottam több éven keresztül, illetve az egyesület többi munkatársának is, illetve akik a projektbe beléptek, munkatársainak is nagyon jó kapcsolatrendszere volt ebben a három megyében. Így azt gondoltuk, hogy ez nem is fog gondot okozni, nem is ez okozott gondot itt, ahogy a későbbiekben kiderült, hanem mint minden egyes, az élet minden egyes területén nálunk is ez a pandémiás helyzet okozott fennakadásokat, ami nem a projektnek a véghezvitelét akadályozza, hanem kicsit kitolódik ennek a határideje, de igyekszünk ebben a helyzetben is helyt állni. Úgyhogy a három megye ez így azért, hogy mondjam, megfogható volt számunkra. Úgyhogy itt arról van szó a térerő nyerő életmód reform program keretén belül, hogy lehetőleg minél szélesebb spektrumát a korosztályoknak, és itt akár az egészen fiataloktól a örök fiatalokig úgymond mindenki bele kell férjen ebbe a spektrumba, valamilyen formában meg kellene, vagy meg kell szólítani, és be kell vonni egy-egy tevékenységbe, rá kell venni, hogy először is ugye elmenjen egy programra, utána pedig, hogy azért ő ott valami kis aktivitást végezzen már, hiszen mégiscsak sport, mégiscsak egészséges életmód. Itt egy picit egyébként Zolihoz fordulok, méghozzá azért, mert tudom, hogy te rengeteg projektben életed során részes voltál már. Mennyire könnyű ennyire széles spektrumon korosztályokat megszólítani? Nem nehéz. Amin érem tartozik, az az esélyegyenlőség. Ennek a projektnek a célcsoportja az valóban a felnőtt, teljes felnőtt lakosság, egészségprevenció, egészséges életmód, de különösen kiemelt célcsoportként az idősek, idősödők szerepelnek nevesítve, illetve a fogyatékkal élők is a nevesített célcsoportként jelennek meg. Ezekből a célcsoportokból a legérzékenyebb, a kreatívabb technikákat igénylő motiváció szempontból az a fogyatékkal élők célcsoportja, azért mert nekik az élethelyzetük eleve olyan, ami hát megfelelő érzékenységgel megközelítendő. De Kecskemét azért a fogyatékkal élők sportjában, az itt már szerepelt Boronkai Péter nevét talán elég említeni, vagy eleve a fogyatékkal élőkkel való kapcsolattartásban, foglalkozásban azért egy jeleskedő város. Ezelőtt egy évvel Kecskemét megkapta az autizmus mintaváros díj. Jat, például az Autisták Országos Szövetségétől, a szakmai szervezettől kapta ezt meg, illetve nagyon sok aktív civil szervezet van. Amikor a projekt elkezdődött, akkor meg is kerestük őket egy igényfelméréssel, nem csak Kecskeméten, az egész régióban, azért, hogy lehessen tudni, hogy mik azok a mozgásformák, amikkel érdemes egyetlen próbálkozni. És ennek eredményeként kiderült, hogy a családi, vagy a közösségben végezhető mozgások, de nekem meglepő volt az elmény, hogy a fitness, wellness mozgáskultúrák azok szóba jöhetőek, és akkor ezt a hálózatot meg kellett mozdítani. Tehát ez az, amire jobban lépnek az emberek, hogyha... Kifejezetten a fogyatékkal élők és a családjaik, az fontos, tehát így velük együtt. Az idősek, mint másik esélyegyenlőségi célcsoport, az meg szintén szerencsés ügy Kecskeméten, ugye itt most már harmadik éven működik a CEDROS.net program, az kifejezetten az idősödő társadalommal foglalkozik, az egyik legfontosabb célja az a szenior aktivitás, az egészséges életmód, a szabadidős sport. És akkor az ő bevonásukkal, illetve az általuk ismert kapcsolatrendszer mozgósításával sikerült a szenior idősödő korcsoportot is elérni, úgyhogy szummázva
a teljes felnőtt népesség célcsoportján belül a két esélyegyenlőségét is meg tudtuk szólítani, azért mert a város alkalmas erre, és akkor a délaföldre kinyúló csápokat is sikerült mozgósítani. És ha mondjuk nem a projektet nézzük, hanem a teljesen hétköznapi életet, kik a legkönnyebben mozgathatók szerintetek? Nagyon szeretnék neked válaszolni, mert látom hogy ez a korosztály kérdés, ez érdekes neked. Azt kell mondjam, hogy az én tapasztalataim szerint az idősek, akik azt hinnénk, hogy nem annyira, ők például nagyon könnyen, kifejezetten könnyen mozgósíthatók, ebben a projektben is, de amúgy is. Tehát Kecskeméten létezik egy nyugdíjas szövetség nevű nagy civil ernyőszervezet, őnekik rengeteg sport eseményük van, nem olyan sokan májusban már terveznek, ha a pandémiás helyzet lehetővé teszi, és megdöbbentően nagy résztvevői létszámokkal. Szintén a senior sport a nem régiben elhunyt Monspar Sarolta, ő elindított egy kifejezetten senior, mondjuk walking, séta, mozgás kultúrát, rendkívül népszerű. Valószínűsítem, hogy azért, mert az idősek már igazán értik az egészség megőrzés fontosságát, meg nagyon szervezettek, és könnyen szervezhetők. Ez az én tapasztalatom, és hogy a másik pólust is a legnehezebben mozgosít, az nem korosztály, az megint mondom a fogyatékkal élő célcsoport, az egy nagyon speciális hát tevékenységet igényel. Azt is gondolom, ez nem a projektre vonatkoztató, ezt másik, mondjuk a másik életemből, hogy a fiatalok is könnyen mozgosíthatók, de nekik, fiatal felnőttekről van szó, mondjuk az extrém sportok felé érdemes az én tapasztalataim szerint nyitni, és akkor ők is könnyebben, mint a Robi mondott, a streetball például. Az nem teljesen extrém sport, de azért egy szubkulturális sport. És akkor nagyon könnyen meg lehet őket is mozdítani. És talán a legnehezebben szerintem az az én korosztályom. Az a 30-40-es? 40, igen. Ezt talán mered írni egyébként? Igen, egyébként abszolút egyetértek az Olival, hiszen az a 30-40-es korosztály, ugye ők vannak legjobban benne a munkavilágában, a karrierépítésben, stb. Bár pontosan ennek egyre inkább már azt gondolom, hogy a munkaadók vagy a munkavilágában is már egyre fontosabb szerepet tölt be a munkáltatók csapatépítési programjaiban is, ugye ezek a akár az is ilyen extrémebb jellegű sportmozgások, és ezért is örülök, hogy az Oli ezt így kiegészítette. Én csak annyit tennék hozzá, hogy igazából a kommunikáció a lényeg, tehát vagy igazából csak meg kell szólítani, hogy meg legyenek szólítva a korcsoportok, korosztályok, a különböző kategóriába idézőjelben, nem besorol, de a projekt szempontjából is, amit végigvittünk, vannak különböző célcsoportok, inkább ez szebb kifejezés természetesen, hogy a lényeg az, hogy megszólítsuk őket. Tehát igazából... Eszébe juttassátok az embereknek, hogy van. Ha gondoltál ma már arra, hogy mozogni kell? Igen. Szerintem az a legfontosabb. Aztán, hogy milyen sűrűn szólítjuk őket, milyen technikával szólítjuk őket, az természetesen korosztályonként változó, de hogyha már megszólítjuk őket, akkor már nagyon sokat elérünk. Ezt tanárként dolgozom a hétköznapi életben. Én ezt saját magam is tapasztalom, hogy a gyerekeket, ha megszólítja az ember, akkor meglepődik azon, hogy tényleg vevők erre. Először nem is gondolom, de aztán tényleg vevők rá, és ennek nagyon örülök, hogy a gyerekek vevők arra, hogy tényleg közösséget építve, az egészséges életmód, mint projekt, az eszükbe se jut, itt nekik az jut eszükbe, hogy menjünk egyet bandázni, és ez milyen jó sztori, és hogyha ez a sporton belül van, akkor már is sok mindent elértünk. Szóval akkor ti is úgy érzitek, hogy önmagában a sportot nem szabad ennyire külön kezelni a való élettől, tehát nem szabad ennyire skatujákba pakolni azt, hogy van az élet, és akkor van a sportolás, és akkor ez a kettő, ez nagyon külön, tehát hogy ezt azért össze lehet mosni, nem? Nem csak össze lehet mosni, ez az élet részele kell, hogy legyen, inkább ezt így mondom, tehát ez nem az élet nincs sport nélkül, inkább így mondanám, vagy mozgás nélkül, hiszen hogyha valaki rendszeresen mozog, az saját maga bőrén is tapasztalja, hogy mennyivel rendezettebb is az élete, és ezáltal sokkal hatékonyabb is, akár a munkája is, vagy akár a saját családi milliója.
És hát azért egy picit Zolihoz ezúttal, mint példaképhez is fordulok, és ne sért, hogy megkérlek, de. De téged azért sportemberként nagyon sokat ismernek már, és azt gondolom, hogy ez föl sem merül, mint kérdés, de Zolinál például engem nagyon érdekel, hogy te személyesen is próbálsz nagyon sokat sportolni, ott lenni a sportrendezvényeken, látszik, hogy foglalkozol ezekkel az eseményekkel. Miért tartod fontosnak? Hát én nem tudok felmutatni olyan jelentős sportmutat, mint a Robi, de azért 20 évig igazolt sportoló voltam magam is, vívásban, de csak a, mondjuk úgy, hogy a magyar zongoracipelő középmezőny tagjaként. És azért fontos nekem a sport, megmondom miért, az idegrendszeri, meg az agyi leterhelés ellensúlyozásaként, illetve van egy teljesen személyes motivációja, a kislányom még majd csak az idén lesz 10 éves, és nagyon szeretnék a diplomaosztóján is még olyan állapotban lenni, hogy büszke lehessen rám. Ezért én most vagyok 46 éves, én 45 éves koromban, kicsit több mint egy év ezelőtt elkezdtem kickboxozni. És akkor ezt hetente kétszer csinálom, rendkívül szórakoztató egyébként, tehát azt hihetnénk, hogy egy őrjöngő vadállati sport, de nem az. Kifejezetten fegyelemre, önfegyelemre nevel, meg emellett kétszer hetente eljárok bringázni, mert futottam én, csak a térdem azt már nem bírja. És hogyha nincs meg ez a négy, inkább azt mondom, hogy mi van, ha nincs meg ez a négy sportalkalom, akkor érezhetően rosszabb állapotban vagyok létminőségben. Ezért én bátorkodom minden kortársamat arra bíztatni, hogy próbálkozzon ő is ilyen mozgásokkal. Megjegyzem, ez teljesen szubjektív magántapasztalatom, én egyre többeket látok futni, bringázni, kosarazni, strandröplabdázni, de már focizni, úgy tűnik azért mozdulni látszik a társadalom ebben. És hát már a végén járunk nagyon a beszélgetésnek, de a Robi felé még egy kérdéssel én készültem, hogy az rendben van, hogy a sport fogyaszt, de a szurkolás fogyaszt-e? Ugye arról nem beszéltünk, hogy itt azért van egy egészen komoly csapat. Mikor menjünk szurkolni? És egy kicsit azért erről is majd szólj. Illetve láttam, hogy volt még gondolatod. Igen, azért is jeleztem neked itt közben, közül elmondta a saját tapasztalatait, hogy ehhez én csatlakoznék abból a szempontból, hogy itt be voltak zárva a gyerekek, főleg a középiskolás korosztály az otthonaikban, és én is megtapasztaltam az online oktatás szépségeit. Vasalódeszka gondolom nem volt. Azt nem próbáltam. Egyéb más dolgokat igen, bízom benne, hogy hasznos is volt a számukra, de ami ebben a nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy Zoli is mondott, és én is tapasztaltam, hogy amennyire a projektet is például figyelembe véve hátrányára volt a projektnek, és ezért is kellett meghosszabbítani, hogy minden egyes rendezvényt le tudjunk bonyolítani, ez a járványhelyzet. Annyira előnyire vált szerintem a magyar társadalomnak, mutatnék ilyen nagy szavakat, de inkább én is a saját tapasztalatot mondanám, hogy ebben az időszakban egyre több embert lehetett látni az utcákon sétálni, biciklizni, egyedül családok, stb. Kint a szabadidőközpontban tömegek vannak, és sorolhatnám az arborítumot, stb. És azt gondolom, hogy ez a járványhelyzet kicsit úgy jobban ráébresztette, vagy jobban ráláttak az emberek az egészséges életmód fontosságára, a mozgás fontosságára, és ez segíti is a mi projektünket. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen két oldalú dolog. Ezt a részét, ezt így az előnyeit fognám meg ebben a dologban. Ennek nagyon örülök, és én is próbálok felnőni még én is ez a feladathoz, hiszen már én sem sportolok rendszeresen, már versenyszinten, de én is igyekszem így, ugyanúgy, mint az Uri is, egy lány gyermek apjaként karbantartani magam. Visszatérve a csapatra, amire kérdeztél, ugye az NB2-es női röplabda csapatunk ebben az évben nagyon hektikus volt ez az év, de annak nagyon örülök, hogy a bajnokságot végig tudtuk játszani. Volt egy-két hullámvölgy, volt egy-két megbetegedés a csapaton belül, ott el kellett halasztani egy-két mérkőzést, de én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert ebben a nehéz helyzetben is nagyon kevés edzést tudtunk megszervezni, nagyon-nagyon terítettek voltak azok a lehetőségek, ahol egyáltalán edzést lehetett bonyolítani, hogy ebben a helyzetben is összetartottak végig, csapatként küzdöttek a pályán, és az alapvető célunkat az NB2-es bajnokság felsőházába való jutást ezt elértük, és mindeközben van egy nagyon tehetséges ifi csapatunk,
akikkel a 42 fős mezőnyben a 14. helyen végeztünk, ami nagyon szép teljesítmény a részükről, úgyhogy én nagyon, az egész járványhelyzetet tekintve, vagy azzal együtt én nagyon pozitívnak értékelem ezt az évet, és remélem a következő évben még eredményesebbek lehetünk. A szurkolás fogyaszt egyébként, rengeteg energiát lehet ebbe a sportba is, mert ez is egy majdnem aki sport szinten üzi már, annyira komolyan veszély, és ez nagyon-nagyon kell egy csapat mögé, és a szurkolói tábor is egy közösség formáló erő, ami ugye a sporthoz így köthető, és nagyon sajnálom, hogy az idén a szurkolóink kimaradtak a sikereinkből, lett volna benne nekik is részük, élményük, bízom benne, hogy jövőre már személyesen is láthatjuk őket, és nagyon várjuk őket vissza a mérkőzéseinkre. Jöjjenek, legyen így, és hát apukáknak, mint apukáknak, nektek pedig jó egészséget kívánunk. Biztos, hogy hallunk még a programról. Köszönjük szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.